Sziasztok, Fálán vagyok, és Sessi Tank nevű nézőmnek hála ezúttal megint egy olyan tankot tudunk megnézni, ami eddig még nem szerepelt a csatornán, ez az Object 432-es változat, gondolom én azt jelenti ez a kettes ott, az oroszok másik 9-es közepes tankja a T-54-es mellett, és amit tudni kell erről a tankról, amit én eddig tapasztaltam elsősorban így szemben állva vele, azt hogy ez egy nagyon jó páncélozott tank egy közepes tankhoz képest, még jobban, mint a T-54-es, úgy vettem észre. A torony eleje és összességében a tank eleje roppant kemény. És ami furcsa benne, azt gondolom kapásból látjátok is, az, hogy hátul van a torony, ami egyrészt áldás, másrészt meg átok is ennek a tanknak. Átok azért, mert hogyha egy sarok mögül akartok kijönni, akkor ez bizony, hát elég veszélyes, hiszen jóval előbb kiér a tank eleje, mint ahogy ti lőni tudnátok oldalra. És azt jelenti, hogy le tudnak benneteket láncolni úgy, hogy nem tudtok visszalőni, ami hát általában nem túl jó jel a jövőtökre nézve. Viszont cserébe, hogyha sidescrape-elni próbálunk, tehát is régen megpróbálunk kimenni egy sarok mögül, akkor mivel hátul van a torony, ezt lényegesen jobban tudjuk csinálni, még élesebb szögben tudunk kinézni, és jóval hamarabb kiér a tornyunk, mint más tankoknál. Úgyhogy erre meg nagyon alkalmas, és hát különben is, hogy mondtam, nagyon jó a páncélzata előről, tehát ezt jól ki is lehet használni. Ágyú szempontjából gyakorlatilag ugyanaz, mint amit a T-54-es is tud, tehát van egy kisebb átütésű, de jóval használható ágyú, és van egy nagyobb átütésű, ami szerintem 219-es átütésű, amit gyakorlatilag nem lehet használni, mert annyira szörnyű minden más tatja. Tehát szinte mindenki a kisebb átütésű ágyút használja. Azt hiszem, hogy Sessi Tank is ezt fogja itt most tenni, ennek 201 az átütése, és hogy a T-54-estől is megszokhattuk, a prémium átütésünk az pedig 330, tehát írtózatos, ezzel bármin át lehet menni gyakorlatilag. Most ezen kívül az, hogy nagyon alacsony a tank, az sok szempontból kellemes, tehát egyrészt jó a kamunk, másrészt pedig közelharcban, hogyha oda tudunk menni valami mellé, ami nálunk magasabb, akkor a különben is nagyon jó toronypáncélunkat fene jól ki lehet használni, úgyhogy ez egy igazi közelharcos tank. De nézzük is, hogy Sessi mennyire jól fogja kihasználni ezt a közelharci képességet, már pedig ki fogja használni, azt elárulhatom. És a pálya, amint ki fogja használni, az Windstorm lesz, és egy olyan kellemes helyzetben vagyunk, hogy összesen 3 darab 9-es tank van mindegyik oldalon, ugye Sessi az egyikük, és hogy ennél is jobb legyen a helyzet, 2 darab E-75-össel van szakaszban, így azt jelenti, hogy a csapatuk 3 9-es tankja az az ő szakaszába tartozik, így ideális helyzetben vannak, hogy ők 3-an lehozzák a meccset, mindjárt kiderül, hogy mennyire fog ez sikerülni. Na most azt még érdemes elmondani talán az Object 430-ról, hogy ha nem is annyira jó, nem is annyira mozgékony, mint a T-54-es, de azért meglehetősen mozgékony tankról van szó ahhoz képest, hogy milyen nagy és mennyire jó a páncélozat. És hát majd Sessi Tank ezt is nagyon jól ki fogja használni menet közben. Már is roppant agresszívak vagyunk, mert hát gondolom tudja, hogy igaziból nem sok mindentől kell félni, ami elég gyors ahhoz, hogy ideérjen. Mert a kisebb tankokat valószínűleg megeszi reggelire, főleg hogyha előről tudja fogadni a lövéseiket. Berohanunk a városba. Társaink jönnek mögöttünk az E-75-ösben, és már is elkezdünk sidescrape-elni itt a sarok mögött, mert arra számít valószínűleg Sessi, hogy itt majd valami kis gyorsabb tank érkezni fog, és akkor talán ki tudja ezt használni. Egyelőre nem jön semmi, úgyhogy valószínűleg bevárjuk a társainkat, akik már ott dübörögnek mögöttünk az E-75-ösökben. A jobb oldalon is vannak tankjaink, de az az igazság, hogy főleg csak könnyű tankok, ami így általában nem jó jel, azok nem túl jól tudnak megtartani egy szárnyat. Érkezett Szomi az E-75-ösben, és most mögé állunk. Tűnik, hogy ő lesz a pajzsunk. Kinéz a sarok mögött, itt elég sok ellenfél szokott lenni a híd túloldalán. Úgyhogy kihasználjuk őt, mint élő pajzsot. Segítsen az átmenetelben. Kicsit meg is toljuk, hogy ő is gyorsabban átérjen. Oké. Okay. Már is sikerült kihasználni egy lövést az FCM-nek, és úgy tűnik, hogy mind a ketten viszonylag teljes biztonságban átértek, oké. Okay. Szóval még kimegy, egy picit talán éles, illetve talán nem elég éles a szög. Jobban is be lehetne dönteni ezt a tankot, de hát az E-75-ösnél ez nem probléma. Egy-egy közben az állás, a másik oldalt egy kicsit féltem. Nagyon könnyű tankok vannak ott tényleg. Szóval megint levesz egyet, itt egy KV-3 meg egy Orszig kimegyünk, és kapunk oldalról egyet az FCM-től, és látjátok, hogy ennyire kellemetlen az, hogy ennyire hosszú az óra ennek a tanknak. Aztán lelőjük az első ellenfelünket. Morszig volt az, aki végül fűbe harapott. 3-1, és benn vagyunk az ellenfél csapatának a közepében, de hát 3-9-es tankkal azért nem könnyű megbirkózni, az az igazság. Megyünk Szomi után, és szegény FCM 50 tonna most aztán élvezi itt a figyelmet rendesen, azt hiszem. Közben a 112-es nem számított arra, hogy innen oldalról is kapja majd az áldást, úgyhogy felhasználjuk őt fedezékként gyakorlatilag. Nagyon kreatív módon használja itt Sessi a tankját, illetve az ellenfél tankját, főleg. A 112-es nagyjából most vette észre, hogy jé, hát ezek körbeálltak. És nézzük, mennyire jó az a toronypáncél, nagyon egyébként.
nincs szebb, mint amikor egy E-75-ös meg egy Object 430-as vesz bennünket körbe és lövöldöznek mindegyik oldalról. Oké. Ez is megvolt, az ott a második killünk, 2300-es sebzés, 7-3, minden teljesen jónak tűnik. Ez egy KV-3-as, nézzük, hogy meg tudjuk-e kerülni. És tényleg mozgékonyak vagyunk, tehát nem sokban maradunk alul egy T-54-essel szemben, azt hiszem. Oké, KV-3-as oldalasan, és nem sikerült felgyújtani, pedig őt elég gyakran lehet így. Megint közel megyünk, és nem is kell lövéstől tartanunk, mert felgyújtjuk és megöljük. Ez volt a harmadik kill, 2976 sebzés, megúszunk egy árti lövést, ilyenkor jól a mozgékonyság. Kicsit lassabbak lettünk volna, akkor ez fájt volna. Ops, ez egy T-30-as, na ez veszélyes, de szerencsére nem felénk néz. Megint csak azért biztonság kedvéért side-scape-elünk és megint kap egyet. Ne felejtsük el, hogy csak 201 az átütésünk, de az bőven elég általában ahhoz, hogy 8-as, 9-es tankokat a megfelelő helyen át tudjunk lőni. Még egyetlen egy darab prémiumot sem használt fel itt Sessi. Elveszítjük Somit szegényt, aki most már nem lesz a pajzsunk. Ja, szakaszból már csak Sessi tank maradt. 8-6 az állás, közel sem olyan jó helyzet, mint eddig volt. Levettünk egyet. Lánccal. Ami szerencsés, mert a T-30-as a nagy ágyúval lőtt, úgy vettem észre. Ops, egy újabb árti lövés, de egy kicsit felkeltettük a figyelmét. Talán nem is csoda, mi vagyunk jelenleg a legveszélyesebb az egész csapatunkban. És Sessi nagyon bölcsen egyébként úgy dönt, hogy oké, hát nem fogok kötözkedni itt egy T-30-assal meg egy IS-8-assal egyedül, hanem elmegyek és segítek ott, ahol tudok. Hiszen ez a T-30-as egy lövéssel a fél életétől meg tudná szabadítani. Ops, meglátjuk a GVT-gert. A fenébe, szikta mögé ment. Semmi gond. Közben 10-9. De ha minden jól megy, akkor ezt az 50%-ost ki tudjuk lőni itt. Lehet, hogy tölt is egyébként. 10-10. 50%-os nem felénk néz, és már késő, hogy felénk nézzen. Volt a negyedik kill, 3800 sebzés eddig. És hát eléggé kiegyenlített a helyzet, mindegyik oldalon van egy-egy nagy árti, és különben pedig három tank mindegyik oldalon. Nekik viszont két 9-esük van, azt ne felejtsük el. Az egyik egy T-30-as, ami hát kicsit veszélyes ránknézve. Oké. Kb. 4-es kapott itt valamit, valószínűleg a lövétől egy lövést. Úgyhogy Sessi úgy dönt, hogy ő bizony megszabadítja a világot ettől a lövétől. Lövünk egyet. Hát, hogyha ezt talált volna, akkor ez ott van az év lövése, azt hiszem, mert ez a tank bizony nem túl pontos menet közben. Esetleg a lőve elég, hát, kellemetlen helyzetben van. 998 HP-ja van. Nézzük, hogy az Object páncélja mennyire jó bírja a lőve lövéseket. Szerintem most pont ellőtte magát, úgyhogy őt is biztonságban lövöldözhetünk rá, egyet beviszünk, és közel megyünk, mert ez a specialitás az objektnek. Egyébként azt elfelejtettem talán mondani, de nem lehet teljesen körbefordítani a tornyát, csak 180 fokban, ami elég hát, limitál bennünket néha. Oké, ez kicsi lövés volt, és sajnos 25 HP maradt. Na most próbálj eltalálni lőve. Hát igen, ez ha jól látom ez a saját... Nézzünk csak egy pillanatra a neveket. Ó, igen, ez a saját társunk volt. A saját társunk lőtt ránk már, mint az árti. Maradt 871 HP-nk. 12-11 az állás. Igazi, tipikus árti játékos. Ott a társunk, hát kit érdekel? Oda lövünk. Nem gond. Oké, semmi gond, megvan az ötödik killünk, 4800 sebzés. 12-12. Három tank mindegyik oldalon. És ott van az a bizonyos árti. Az ellenfél árcia őt nagyon jó lenne kilőni, mert hogy egy lövése is, és csak egy szerencsés lövés kell. És akkor bizony nem érünk semmit a páncélunkkal, mert felülről nem ér semmit. Az előbb már egyszer majdnem elkaptuk. Sessi most szeretné befejezni ezt a kis konfrontációt vele. Ott van, és automata célzással nagyon ügyesen azonnal rálövünk. Van a 152 HP, úgy tűnik, hogy nem tud eléggé előre menni. És így már semmi nem menti meg. A T-30-as 592 HP, ez sajnos azt jelenti, hogy két lövés kell elméletben. Most már csak egy lövés kell, ezt ügyesen csinálta a KV-4-es. Aztán sajnos az életébe kerül a dolog, de ez lehet, hogy megérte, mert így most egy lövéssel ki tudjuk kapcsolni. Vigyázzunk el vele, mert ha nagy ágyú van rajta, akkor elméletben akár egy lövéssel minket is ki tud lőni. Na most az a rossz hír, hogy nekünk is két tankunk van, meg nekik is, de nekünk egy árcink van, ami közel azon nem sokat ér, nekik viszont van két 9-es tankjuk. És igaz, hogy nekünk már megvan a 6 killünk. Új, itt jön a T-30-as, és kapásgövés nem talál. A
páncélunk viszont kibírja a lövést, levesszük lánccal gyakorlatilag. Na most kéne gyenge pontra lőni. Aj, ez csak a lánca volt, pedig a géppuskát akartuk eltalálni. De semmi gond, mert jó mozgékonyak vagyunk. Términtos nem fogja tudni időben ránk fordítani a lövegét. És így elpusztul. Ez az első hit lövedékünk egyébként, a biztonság kedvéért betöltötte itt most már Cecilia, és azt hiszem, hogy én is ezt tettem volna. 5410 sebzés, 7 kill és egy IS-8-as van ellenünk, akinek nem tudjuk a HP-ját. Ah, most már tudjuk, sok. És kilőtte az ártinkat. Na most, neki több HP-ja van, és egy 9-es nehéz tank, mivel egy 9-es közepes vagyunk. Ezt ügyesen kell majd játszani. Ügyesen kell megközelítenünk, és lehetőleg nem szemből kéne támadni, de hát ez nehéz lesz, mivel hogy tudja honnan jövünk. És nagyjából úgy sarokba is szorítottuk a bázison, ő elkezdi a keppet, ezzel legalább tudjuk, hogy pontosan hol van. Viszonylag pontosan. Nézzünk oldalra, ott van. A fedezékben van, és ráadásul meglát bennünket. És már tényleg tudja, hogy honnan jövünk. De szintén szóval szerintem az Object 430-asnak jobb az erőső páncélja, mint az IS-8-asé, ami eléggé papírtank különben. Bár az IS szériához hasonlóan ez is, mert minden más IS tankhoz hasonlóan ez is képes a leghülyébb helyekről lepattintani és megenni lövéseket. Az Object páncélja lényegesen megbízhatóbb szerintem előről. Na, oké, itt van. Szerencsére hittel lőhetjük, ez lepattan rólunk. Neki viszont átmegy a torony tetején. Most már nagyjából kiegyenlített HP szempontjából a helyzet. Kijön. Ehhez most nem is kellett volna talán a hitlőszer, mert a kacsacsört szépen így oldalra fordította nekünk, így lényegesen kisebb lett a páncélja. Mert az effektív páncélja. Már csak két lövésnyire haláltol az IS-8-as. A lehetőségünk, hogy az RT mögött side-scrapeljünk, megint leveszünk egyet, és kap egyet az elejére. Már csak egy lövés kell, és itt most kihasználjuk a mozgékonyságunkat, az IS-8-as nem fogja tudni elég gyorsan elfordítani a tornyát. Hopp, és éppen mielőtt lőtt volna, az utolsó lövés kiszedi. Ezzel összesen 8 kill, Radley Walters medál és 6593 sebzés Ceci tanknak, úgyhogy gratulálok neki. Ez nagyon jól bemutatta azt, hogy mire képes az Object 430-as. Az egyetlen dolog, amit talán nem mondtam el, és amit talán annyira nem is játszott szerepet, az, hogy az ágyúsüllyedése is elég rémes egyébként ennek a tanknak, azt talán így menet közben még érdemes lett volna elmondani. De úgy, hogyha a közelharcba tudtok keveredni, és tudtok side-scrape-elni, akkor ez a tank elég ideális így a közepesek között, azt hiszem. Na hát remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb, sziasztok!